Nemesi Antal tetováló munkájában mindig a tökéletességre és az egyeniségre törekszik. A kis Antal már gyermekkorában nagyon tehetséges volt, minden szabad idejét rajzolással töltötte. Ez a fajta tevékenység rengeteg pluszt adott neki az életben. Angliai munkája során ismerkedett meg a tetoválás készítés alapjaival, testvére hatására kezdett el maradandót alkotni. Ménesi Antalnak a tetoválások leginkább érzelmeket jelentenek, amik nagyon mélyről jönnek, továbbá olyan gondolatokat, amelyeket mások nem igazán értenek. A művészi alkotásai az időt és az emlékeket jelképezik, amelyek az emberi bőrön megállnak. Nálam így kezdődött ez az egész. Gyermekkoromban rengeteget rajzolgattam magamba. Inkább otthon ültem fent és rajzoltam, mint hogy sem a többi gyerekkel játszottam lent a játszótéren. És talán ez az alkotásnak az öröme. Egyszerű dolgokat rajzoltam még akkor. És talán ez tartotta bennem a lelket, ugye, hogy tehát az alkotásnak az öröme, talán így tudnám megfogalmazni legjobban. Élete során soha semmilyen döntésben nem kapott igazi megerősítést, ha szépet készített, arra sem figyelt fel igazán senki a kezdetekben. Azonban ekkor ő eldöntötte, hogy ott lesz a legjobb tetoválók között. Többfajta utat bejárt, sok nehézséggel megfűszerezve. Sokan nem hittek benne, hogy eléri kitűzött céljait, azonban ő a végsőkig kitartott és nagyot mert álmodni. Kemény munkával dolgozott meg az első tetováló gépért, amit az öccse indítatására vásárolt meg. Ménesi Antal a nehéz kezdet után már csak magát adta, a komolysága és elhivatottsága vitte a sikerek felé. Ez nagyon érdekes a pályafutásom során, ugyanis megerősítést vagy visszaigazolást nem nagyon kaptam sohasem. Ezért talán tehát bennem alakult ki egyfajta bizonyítási vágy a külvilág felé, hogy minél jobb legyek, és egyszerűen azt döntöttem el magam, hogy én szeretnék lenni a legjobbak között, ott szeretnék lenni. Akkor még a tetoválás egyáltalán nem játszott szerepet, meg semmiféle fajta gondolatom nem volt arról, hogy én valamikor is esetleg tetováló leszek, vagy ezzel fog foglalkozni. A szüleid mit mondtak? Először mi minden szülő ugye szkeptikus a dologgal szemben. Ugye a régi generációban pejoratív emlékként élnek a tetoválások, pejoratív fogalomként él. Ugyanis a börtönviselt emberekhez kötik, esetleg tehát a hovatartozás, akármilyen szekták, vagy akármilyen tehát egy negatív véleményhez kötik, ez mára már szerintem kezd kimosódni, ugye, tehát ahogy a médiában megjelentek ugye a tetovált emberek, sokkal jobban elfogadják már szerintem, a társadalom már sokkal jobban elfogadja, és tehát a tetoválás szerintem már egy művészi ágazattá avanzsálódott, mivel már teljesen átvitt értelmi dolgok, ugye említetted a tetováló, hogy művészek, a tetováló művészek szerintem sokkal komolyabban beleássák magukat egy mű elkészítése során, nem elégednek meg egy végtelen jellel, vagy egy egyszerű sablon szinttel, hogy csak kapargatják a felszínt, hanem tényleg a mélyére ásnak, annak a motivációnak, hogy vajon az illető miért is akar tetováltatni. Szerintem nekem megvan az a képességem, és ez az én erősségem, ami által ugye szinte mindenki másképp fogad egy vendéget. Nekem pont ez az erősségem, hogy tehát elkezdődik egy beszélgetés, elkezdődik egy ismerkedés, tulajdonképpen ő is felhoz ötleteket, és én már tudom, hogy melyik úton induljak el, és tehát ez tényleg valóban szerintem egy képesség, aminek köszönhetően a mélyére tudok igazából ásni, hogy mi is az a motiváció. Most mondok egy példát rá, például ha valaki érkezik hozzám egy teljesen egyszerű dologgal, egy végtelen jellel, vagy bármi más ilyen, ami tényleg csak a felszín. Nekik általában a vendégeim többségének ugye nincs képzelő ereje, ők nem tudják tetoválásba átültetni azt a motivációt, ami által ők igazából tetováltatni szeretnének. Mert akármit szeretnénk tetováltatni, akár még az, hogy tetszik is valami, már az is egy motiváció.
Antalnak vannak olyan nézetei, amiket soha nem adna fel. Mindig megpróbálja terelgetni a hozzáérkező vendégeket a motívumokkal kapcsolatban, hiszen ezeket az egyedi műveket egész életükben magukon kell, hogy viseljék. Úgy gondolja, azok a művészi alkotások, amelyek tőle kerülnek ki, sokkal többek, mint egy egyszerű tetkó. Ugyanis az elkészítési menet sokkal másabb, mint egy átlagos szalomban. Nagyon sokak jöttek úgy, hogy divatból szeretnének tetoválni. Volt is egy ilyen cikk, nem tudom, ezt lehet említeni, hogy divatból ne szülessenek tetoválások. Tehát szerintem, aki divatból tetováltat, az nem egy jó dolog. Tehát szerintem az egy téves dolog, abszolút téves dolog. Nekem tulajdonképpen a pályafutásom kint kezdődött Angliában, ugyanis ott, tehát ez nem titok, én mosogatóként dolgoztam, szakácsként, én nagy reményekkel mentem ugye ki Angliába, hogy tehát a nulláról fel fogom magamat építeni, és ez így is történt, nagyon kemény munkával, tehát ahelyett, hogy bulisztam volna a többiekkel, vagy elköltöttem volna egyből a tippet, én inkább hazamentem a szobámba, aztán elkezdtem újra rajzolgatni. Így jött elő ez a motiváció igazából nálam, hogy tehát azt a megnyugvást újra éreztem, amit gyermekkoromban, a rajzolgatás öröme, és vettem a bátorságot, igazából az öcsém indítatására, nekem van egy öcsém, az ő indítatására feldobta ötletnek, hogy figyelj már, mi lenne, hogyha kipróbálnád. Ő nagyon szerette már akkor is a tetoválásokat, és azt mondja, mi lenne, hogyha kipróbálnád tényleg, hogyha tetováló lennél, vagy neki kezdenél ennek az egésznek. Aztán fogtam a bátorságot, bementem ott kint Angliába, csak úgy random a kettőből az egyik tetoválószalomba, ahol egy 50 éves fickó, Neil Ress fogadott, aztán így végignézett rajtam, hogy mit akar ez a figura, és akkor még akkor törtem az angolt, és megkérdeztem, hogy van-e lehetőség tanulni, vagy fejlődni, vagy esetleg mi az útja. Tehát volt bennem egyfajta alázat a szakma iránt, hogy tehát nem autodidakta módon akartam végigjárni az elejétől ezt a nagyon rögös utat, amit amúgy sokan szerintem helytelenül tesznek, tehát alázattal egy okosabb embertől tanulni, aki esetleg tud már egyenes vonalat húzni, vagy tudja az egésznek a menetét, tehát nem szégyen tőle tanulni, sőt, szerintem pozitív, és én is így tettem, tehát megkérdeztem, hogy lehet-e tanulni, és nagy örömre azt mondta, hogy igen, úgyhogy két munkahelyen volt, szakácskodtam ki, nagyon kemény időszak volt ez, tehát a munkabeosztásom egy nagyon-nagyon kemény volt, egy két-három órás szüneteim voltak, és akkor tehát akkor szaladgáltam oda ki igazából. Először még csak felmosni a szalont, takarítottam, aztán gitározni is megtanított, meg hát sok szép élmény fűződik igen ahhoz a szalonhoz. Az alapokat igen, ott sajátítottam tőle szerencsésen. Annyira megbízott bennem, látta, hogy elszánt vagyok, és igen, hozzájárult ahhoz, hogy ugye én tehát fejlődjek, és akkor jött az első bőr érintkezés az élő bőrrel, tehát az élő emberi bőrszövettel, ami már nem műbőr volt, ami már nem gyakorló bőr volt, hanem tényleg élesbe. És ez egy nagyon nagy pillanat volt, és soha nem fogom elfelejteni. Fel tudod azért ezt idézni, hogy mi is valamit ebből átadj nekünk ebből, hogy az remegett a kezed? Nézd, szerintem ez az egész folyamat egy tényleg egy nagyon hosszú folyamat volt, amire idáig eljutottam, ahol most tartok. Valóban, igen. Tehát először, igen, hevesen vert a szívem, hogy igazából mi is fog történni, tehát az első találkozás a bőrrel. De ha jobban visszaemlékszek, igen, az öcsémmel volt az első találkozás, igen. Tehát hazajöttem egy ilyen kiállásra ott Angliából, és akkor az öcsémmel volt a legelső találkozás, igen. Igen, és ő volt az az ember, aki azt mondta, hogy csináld, legyél tetováló, és csináld meg, odaadom a bőrömet, odaadom igazából a testemet, és akkor átvitt értelembe, és indulj el ezen az úton. Angliából az alapok elsajátítása után félve jött haza, hiszen ekkor még nem tudta, hogy mire számíthat.
Erre a döntésére egy fejes ugrásként gondol, nem tudta, hogyan alakul az élete, minden bizonytalannak tűnt. Fontosnak tartja, hogy divatból ne szülessenek tetoválások, mert abban nincs megújulás, művészet, utánozhatatlanság. Szerinte nagyon lényeges az, hogy legyen benne mély tartalom, érzelem, kapcsolat és kötődés. Több okból is féltem hazajönni. Az egyik ugye az, hogy tehát ez egy nagyon nagy fejes ugrás tulajdonképpen ebbe az egészbe. Nem tudtam, hogy mi lesz, nem tudtam, hogy mi lesz a jövő. Nem tudtam, hogy lesz-e állásom, nem tudtam, hogy lesz-e vendégem, csak így hazajöttem. Viszont a motiváció megint az volt a fejlődés és a tanulás. Ugyanis egy angol tradicionális szalomba nem tudtam elsajátítani a következő lépéseket. Tehát az alapokat jó volt megtanulni, egyenes vonalat jó volt megtanulni, viszont ami erre épült, a realisztika, és pont ezek a technikai tudás hiányában ott kint Angliában, ugye ez volt a motiváció, hogy hazajöjjek, hogy itthon technikai tudást szerezzek. Ménesi Antalnak Müllner Csaba világhírű tetováló művész a példaképe, sokat tanul tőle az ifjú tehetség a különlegességről. Most pedig egy közös projektbe fognak bele, amelynek Ménesi Antal volt az ötletgazdája. A Menstetkúval elnevezésű akcióhoz bárki csatlakozhat, aki szeretné segíteni az egyedül maradt állatokat. Müller Csaba számomra egy iszonyatosan nagy példakép, mind a szakmában, mind emberileg is. A pályám kezdetén én már ugye, tehát a nevét egyszerűen nem lehet kikerülni, ha tetoválásról van szó, vagy szó. Ő egyszerűen maga a szakma, ők írták a szakmát, ő a nagyok közé tartozik. Számomra ő tényleg egy példakép volt már akkor is. Aztán így a pályám során talán az állatok szeretete, ami összehozott minket, ugyanis az Instagramon ismerősök lettünk, bekövettük egymást, aztán így ráírtam tanácsokért. Aztán így talán ő is felfigyelt arra a közös dologra, ami az életünkben szerepet játszik. Nekem van egy kutyám, Bella, akivel tényleg nagyon szoros a kapcsolatom. Neki pedig ugye ott van most már Igor, a kiskutyája, a Noncsika, a lova, és akkor szerintem ez a kapocs kettőnk között. Aztán egy nagy meglepetés volt számomra, hogy felhívott szakmázgatni oda, és akkor tényleg elleshettem tőle pár mozdulatot, vagy pár dolgot. Ez számomra egy hatalmas nagy fordulópontot hozott amúgy szakmailag, és mind emberileg is megismerhettem tényleg közelebbről. Ez a Mensch Tetkóval cím alatt futó projekt. Tulajdonképpen ez az én ötletem volt, ezzel kerestem meg a Csabit, hogy mit szólna ez az egészhez. Tulajdonképpen ez az egész projekt arról szól, hogy tehát nekem is van egy kutyám, ő mentett kutya, amúgy harmadkézből került hozzám, egy belga juhász kutya. Az állatok szeretete már gyermekkoromtól kezdve végigkísérte az életemet. Aztán jártam menhelyen is, volt szerencsém menhelyen is járni, és olyan átható élményekkel távoztam onnan, hogy tehát megragad egy életre szerintem, amikor valaki akár egy menhelyen jár. És erre szeretnénk igazából felhívni a figyelmet, az örökbefogadásnak a fontosságára, hogy azoknak a kutyáknak és macskáknak, hogy beszélek bármilyen állatról, például múlt héten tudtam meg, hogy nyulakat is mentenek, hogy ezeknek az állatoknak nem üres beszédekre van szükségük, hanem tényleges segítségre, és erre szeretnénk felhívni az embereknek a figyelmét, hogy fogadjanak örökbe és mentsenek életet igazából.